A várandóság egy gyönyörű állapot, azonban mégis megterheli a nő szervezetét. Az extrém meleg nyári napok kifejezetten nagy veszélyt jelenthetnek a kismamáknak. Amennyiben a szakemberek következő néhány tanácsát szem előtt tartják, könnyebben átvészelhetik a kánikulát. A várandóság az egy más állapot, tulajdonképpen ugye nem betegség, de azért mégis nem egy megszokott állapot a szervezetnek, és egyébként is nagy terhet ró a várandós szervezetére, és a meleg az meg még jobban megviseli, ilyenkor jóval izzadékonyabbak vagyunk, a kismamák meg pláne. Egyébként is a várandóság alatt emelkedik a pulzusszám, ez azt akarja, hogy amúgy is hőérzete az jóval nagyobb a kismamának, tehát ők a meleget még inkább megérzik, mint mi, és nagyon izzadékonyak. Ebből kifolyólag szoktuk mondani nekik, hogy mint általában mindenki, a kisbabák is, meg a várandósoknak is az lenne a praktikus, hogyha nagy hőségben, vagy a reggeli órákban, vagy a késő délutáni órákban mennének szabadba, és így a 10-15 óra közötti intervallumban inkább valami benti helységben, ahol azért kicsit hűvösebb van, ott lennének. Tehát ez az alap, amit mindig elmondunk. Illetve hát az öltözködés és a testápolás, praktikus, minél szellőzőbb pamutos ruhákat, főleg alsó neműt, melltartott bugyit hordani, mert ez azért jobban felszívja az izzadságot és kevésbé irritálja a bőrt. Ilyenkor nehezen megy a táplálkozás is, ennek ellenére a tápanyagbevitelre is nagyon oda kell figyelnie a kismamáknak. A várandóság első trimeszterében, meg ugye inkább ez a terhességi hányás az, ami elő szokott fordulni a kismamáknál, emiatt szintén azt szoktuk mondani, hogy többször keveset, sose legyen üres a gyomor, de sose legyen túlságosan tele, praktikus megválogatni, hogy mit, hogy eszik, és ilyenkor jók például az olyan ételek, amik lédúsak, tehát akár levesfélék, vagy smoothiek, zöldséges turmixok, tehát az ilyenek azok mindjárt a folyadékot is beviszik, és ezért a tápanyagot is, és mégsem terhelik meg annyira a gyomrot. Hogyha nem kapja meg a baba a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot a köldökzsinóron keresztül, akkor kisebb súlyú magzat alakulhat ki, tehát kialakulhat egy dizmatúrítás, ami akár koraszüléshez is tudhat vezetni. A strandolás is megengedett, azonban csak fokozott óvatossággal. Azért, mert hogy valaki kismama, azért persze nyugodt szívvel elmehet nyaralni, és a nyaralás az általában strandolással összekötött szokott lenni. Ilyenkor amire figyelni kell, hogy mindenféleképpen olyan vízben fürödjön csak a kismama, ami ellenőrzött, tehát hogy érdemes előtte érdeklődni arról, hogy használható-e az a víz, vagy ellenőrzött strandon, vagy hogyha szabad vízre megy, mint Balaton, vagy például itt a környékünkön Dombori, akkor érdemes előtte érdeklődni róla, hogy a vízminőség rendben van-e. Fontos kiemelni a folyadékbevitelt. Egy nem állapotos nőnek is naponta minimum 2 liter folyadékra van szüksége. Várandóság alatt ezt a mennyiséget növelni kell 2,5 literre, és lehetőleg vizet fogyasszanak. Ugye illik elosztani egy nap, nem egyszerre meginni, hogy a hidratáltság az folyamatosan fennálljon. Vannak jelek, amikre figyelnünk kell, például a szomjúságérzet, illetve vannak olyan jelek is, amik dehidratáltságra, azaz vízhiányra, a szervezetnek a vízhiányára utalhatnak, de nem biztos, hogy tudunk róla, hogy az például ilyen lehet egy sűrű vizelet, vagy pedig amikor a széklet egy picit keményebb állagú, vagy akár a bőrnek a kirepedezése, az ajkakrepe kirepedezése, de akár egy alacsony vérnyomás, egy álmosság, ezek már bizony komoly jelek, amikor tényleg oda kell figyelni arra, hogy elég folyadékot fogyasszunk. A legjobb ilyenkor a víz, a tiszta víz, ezt mindig elmondjuk, hogy a víznél jobb hidratáció nincsen, csak sokan arra van panaszkodnak, hogy a víz az egy idő után unalmas, nem tetszik neki. Lehet ezen variálni, akár egy rozmaringos, grapefruitos vízzel, ízesített vízzel, amit mi magunk könnyen elkészíthetünk, illetve levendulás vízzel, vagy akár
mentes uborkás vízzel. Tehát igazából csak a fantázia, ad határt, hogy mik azok az italok, amiket elkészítünk. Hideg hűtőben tudjuk ezeket érlelni, tálalni, ilyenkor nagyon szépen kijönnek az ízek is, és egy jól eső, frissítő folyadék, aminek nincsen cukortartalma, úgyhogy ezeket mi nagyon szívesen szoktuk ajánlani.